Orgonapont sorozat koncertjeit hagyományosan augusztusban szervezik meg országszerte. A hangversenyek célja, hogy a forró nyári napokon a templomok hűvösében minőségi programokat kínáljanak mindazoknak, akik az igényes szórakozást kedvelik. A hangszerek királynőjét, az orgonát a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban Szamosi Szabolcs orgonaművész szólaltatta meg. Igyekszünk a magas minőséget és a könnyedséget egyúttal biztosítani a hallgatóságnak, és ebben az is segít bennünket, hogy népszerű, ismert dallamokat válogatunk össze, megszólal a két legismertebb Áva Máriánk, két Pia Jézu tétel, két nagyon különböző requiemből, és ezen kívül Erika kedves dalai még az utolsó csokorban, és én pedig az orgonán próbáltam a legnépszerűbb műveket megtalálni, úgy, mint Sármári Vidor tokkátáját, ami egy pompás befejező darab. A koncert indítására és a közepére pedig egy Bach C-dur tokkáta adagio és fuga hangzik el. A hangversenyen Miklósa Erika kedvenceiből válogatott. Nem csak klasszikus, hanem modern szerzők dallamai is felcsendültek. Az opera énekesnő szerint mindig különleges érzés templomban énekelni. A hely szelleme dolgozik, nyilvánvalóan, főleg ha az ember hívő hisz, akkor felemeli. Valahogy, nem tudom, mindig valahogy közelebb érzem magam a Jóistenhez. Nyilván az is teszi, hogy ez a környezet tényleg varázslatos. Az orgona szó varázslatos, egy teljesen más hangszer, mint egy zongora vagy egy zenekar. Úgyhogy ez mindig más érzés, különleges érzés. Szamosi Szabolcs orgonaművész, a Filharmónia Magyarország Kft. Ügyvezetője is egy szemében. A 2024-25-ös évad bérletes hangversenysorozatának műsora már ismert. Amint azt a nyíregyháziak megfigyelhették, évről évre igyekszünk még különlegesebb programot összeállítani, így lesz ez a következő esztendőben is. Itt lesz a MÁV szimfonikus zenekar, a Budapesti Fesztivál zenekar, az Orfeó zenekar és a Purcell kórus, a barokk műfaj, barokk klasszikus zene legkiválóbb képviselői hazánkban, és a fesztivál zenekar mellett az Anima Muzicé Balázs Jánossal, valamint természetesen a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar, amely minden évben vendége a bérletünknek. Az első bérletes hangversenyen novemberben a MÁV szimfonikus zenekart hallhatja majd a közönség a nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskola nagytermében.